Több lehet a rosszul lét a hőség miatt. Felpöröghet a lakáspiac a csok és a babaváró hitel átalakulása előtt. Egyre többször kószálnak vaddisznók a budapesti utcákon. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben. A hőség különösen a krónikus betegségben szenvedők szervezetét viseli meg, így a nagy melegben több lehet a rosszulét. Szerdán 38 fok is lehet, és erős lesz az UVB sugárzás. Igyon sokat. Ennyi. Török Katalin doktornő a tömörítés nagymestere. Két szóban megfogalmazta a tunivalót, amely nagyon sok embert megmenthet a hőgutától és több különböző krónikus betegség elhatalmasodásától a nagy nyári kánikulában. A szabadban a napon dolgozók számára mindenképpen javasolt a fejfedő és most már szinte minden munkáltató által biztosított védőitalok folyamatos fogyasztása. Akinek viszont lehetősége van rá, az ne a legerősebb napsütésben, vagyis délelőtt 11 óra és délután 3 óra között szervezze a napi elintézni valót. És ebben az időszakban se a szabadtéri sport, se a kutya sétáltatás nem ajánlott. Utóbbival a házi kedvencek egészségét is védik, hiszen ők kellő hűtés hiány fokozottan ki vannak téve a hőguta vagy a napszúrás veszélyének. Igyekezni kell mondjuk hűvösbe lenni, igyekezni kell minél kevesebbet a napsütésben tartózkodni, de főleg nagyon sokat inni, hogy legyen miből párologtatni az ember bőrének, mert az embert a bőre hűt. Egyszerű folyadékot kell inni, ne igyunk cukrozott teát, ne igyunk kólát, ne igyunk édes italokat, így is kövérek vagyunk, még azt is isszuk, még kövérebbek leszünk, mert hizlal. Nem az ital a fontos, hanem annak a víztartalma, úgyhogy vizet igyunk. Az ugligeti háziorvosnak nem véletlenül veszőparipája a cukros és zsíros ételek mérsékelt fogyasztása, hiszen az ezek által is előidézett túlsúllyal sokkal nehezebb elviselni a nyári hőséget is. A különböző egyéb egészségkárosító hatások mellett. Az egészségtelen táplálkozás már gyermekkorban kialakíthat olyan betegséghajlamokat, amelyek később megkeseríthetik az ember egész életét. Vagyis a nyári vakációra hivatkozva a gyerekeknek se adjanak nagyon sok cukrot tartalmazó fagylaltot, műgyümölcsleveket és az egészségtelen gyors éttermi menüktől is tartsák őket távol. Friss ivóvíz viszont mindig legyen a közelükben. A gyerekekkel az a baj, hogyha kiengedjük őket a melegbe, hogyha nem fedjük be a kis fejüket. Nagyon fontos a fényvédelem. Fontos egyébként a felnőtteknél is, de gyerekeknél, miután tudjuk, hogy a bőr nem felejt, arra kell törekedni, hogy minél kevesebb bőrégéses tünet jelentkezzen napozás után. És még egy dolgot mondanék, az egy tévhit, hogy sót is pótolni kell, mert a verejték sós. Az étrend, amit eszünk, túl sok sót tartalmaz. Nem kell sózni, így is bőven elég, még sok is. Úgyhogy sót pótolni, sós teát inni égnek áll a hajam, ezt nem kell. Az ilyen kétes értékű netoldalakról szedett praktikáktól a gyermekeket is óvják, de hasonlóan fontos, hogy az idősebb családtagok ellátásakor se kísérletezzenek különböző táplálék kiegészítőkkel, amelyeknek se az összetevőit, se a hatásmechanizmusát nem ismerik pontosan. 75 év felettiek azok nagyon idősnek számítanak orvosi szempontból, és feltétlenül egy veszélyeztetett csoportot jelentenek mindenféle károsodás szempontjából, hideg, meleg, cseppfertőzés, szennyfertőzés, stb. Amit az ember tenni tud, az az, hogy iszik. Nem várja meg, amíg szomjas lesz, hanem akkor iszik, amikor lehetősége van rá. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, idős ember szinte soha nem szomjas, és nagyon könnyen ki tud száradni. Az idősebbek és a kisgyermekek különösen nehezen viselik az extrém nyári hőséget, ezért, ha már sokszor említett folyadékpótlás sem segít, és rosszul érzik magukat, hányinger, szédülés, fejfájás, vagy más a közelmúltban nem tapasztalt tünet jelentkezik, akkor forduljanak a házi orvosukhoz. Párakapukat szereltek fel a hőség miatt a Hegyvidéki Önkormányzat előtt és a Kulturális Szalonnál. A hőség elviselésében segítséget nyújthatnak a klimatizált intézmények, így például a MOM Kulturális Központ vagy a MOM Sport. A kánikula miatt fokozott készenlét lépett életbe az FKF-nél, ami azt jelenti, hogy folyamatosan locsolják az utakat és a villamos síneket. 24 órában 50 jármű dolgozik a budapesti közúthálózat hűtésén. A locsolóautók egy-egy alkalommal akár 6-8 fokkal is hűthetik az aszfaltot. Budapesten 56 ivókút és 549 közkút segít a kánikula elviselésében, és mobil vízosztópontok is rendelkezésre állnak.
A hőség miatt különösen fontos a tűzvédelmi előírások betartása. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ilyenkor egy eldobott cigarettacsikk is óriási tüzet okozhat. Idén eddig már 3874 tűz keletkezett a szabadban, ezek során pedig több mint 1800 hektárnyi terület égett le. 4 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki meg akart erőszakolni egy fiatal lányt a 11. kerületben. Egy parkban találkoztak, majd felmentek a férfi lakására és italoztak. Kis idő múlva azonban a lány úgy döntött, hogy hazamegy. A férfi ekkor elé állt, erősen megragadta a kezét és közölte vele, hogy nem mehet sehova, majd az ágyra rántotta és erőszakoskodni kezdett vele. A lány azonban megrúgta, így végül sikerült elmenekülnie. A Budai Központi Kerületi Bíróság szexuális erőszak büntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a férfit. Az ítéletet most a fővárosi törvényszék is helyben hagyta. A csok és a babaváró hitel átalakítása az év hátralevő részében felpörgetheti a lakáspiacot. A Híradónknak nyilatkozó szakértő szerint az eladó ingatlanok iránti keresletnövekedés ellenére csökkenhetnek az árak. Az elmúlt hónapokban változott ugyan a lakástámogatási rendszer néhány eleme. A kereslet csökkenése és az adásvételek számának visszaesése a szakértők szerint mégis inkább a magas hitelkamatoknak tudhatóak be. A lakáspiac felpesdülését minden állami támogatás segíti, ezért 2024-től a babaváró hitel és a családi otthonteremtési kedvezmény konstrukcióját is átalakítják, és az új keretrendszer megalkotói szerint ez fordulópont lesz a lakáspiac átalakulásában. A falusi csok támogatások jelentősen növekednek, a hagyományos csok helyett pedig az új nagyvárosi csokot vezetik be. A csok változásának a lakáspiacra gyakorolt hatásai nagyon érdekesek és furcsák is lehetnek a következő fél évben, mert úgy élénkülhet az ingatlanpiac, hogy a lakásárak gyorsuló ütemben csökkennek. Ez a két dolog látszólag ellentmond egymásnak, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Magyarországon 10 emberből 9 saját tulajdonú ingatlanban lakik, ezért általában, hogyha valaki vásárolni szeretne, például azért, hogy kihasználja még elérhető kedvezményeket, neki biztosan el kell adni a lakását a következő fél évben, ahhoz, hogy az abból befolyó pénzt is felhasználva tovább tudjon költözni. Ez azokra is igaz, akik a csokot és a hozzá kapcsolódó kedvezményeket szeretnék még az idei évben kihasználni. Feltételezhetően olyan vevők is lesznek majd, akik inkább kivárják, hogyan alakul a lakástámogatási rendszer a változtatások után. Az viszont már most látható, hogyha a támogatási összeg nem is csökken, az új rendszerben szűkítik az igénybevevők körét. A 10 millió forintos kamatmentes kölcsönt már csak jövőre már csak a 30 év alatti leendő családanyák tudják fölvenni, vagy azok a házaspárok, ahol a leendő családanya 30 évnél fiatalabb, és 2024 végéig csak azok a házaspárok igényelhetik a babaváró kölcsönt, ahol a családanya már igazolást tud arról hozni, hogy várandós. Tehát, hogyha valaki még nem érte el a 30-as évében jár, de csak pár év múlva tervez gyermeket, ők biztos, hogy most fognak lépni a következő fél évben. Ez azt is eredményezheti, hogy aki rövid idő alatt, tehát idén szeretne új ingatlant vásárolni, és ehhez el akarja adni a lakását, nagyobb kompromisszumra kényszerülhet. Ugyanis most kevesebb a vevő a piacon, mint korábban. Friss adat, hogy júniusban, bár az tavaly júniushoz képest 3%-kal élénkült a kereslet az eladó lakások és házak iránt, de a 2 évvel ezelőtti szinthez képest viszont 40%-kal alacsonyabb a kereslet. Tehát az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy mindaz a több ezer ember, aki most úgy dönt, hogy kihasználja jelenlegi kedvezményeket, belevág a lakás értékesítésébe szinte minden áron. Ez valószínűleg meg is éri nekik, hiszen hogyha ki tudják használni a járulékos kedvezményeket, akkor még 1-1 millió forint árengedmény az eladó lakás árából még mindig kifizetődő, hogyha cserébe mondjuk egy 2-3 millió forintos illetékmentességet és ebben rejlő kedvezményeket tudnak kihasználni. A csok 2016-os indulása óta egyébként 2023-ig nem változtak a feltételek. A használt lakás vásárlásra adott családi támogatás most 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermekkel 1,3 millió, 3 gyermekkel 2,2 millió forint. Ez a támogatási forma a mostani feltételekkel információink szerint 2023-ban megszűnik. Folytatódnak a szabadtéri vetítések a Momkult kertjében. Július 12-én a Szép lányok, ne sírjatok című kultikus alkotást láthatja a közönség, amely a magyar beat generációnak állít emléket. A Mészáros Márta által rendezett filmben a Kex, az Illés, a Metro, a Sirius együttes és a Tolcsvai trió is megjelenik. A Mom mozikertben idén főként a hazai klasszikusok kerülnek a középpontba.
Egyre többször kószálnak vaddisznók a budapesti utcákon. A szakemberek szerint az állatok sok esetben azért merészkednek egyre beljebb, mert a lakott területen könnyen találnak élelmet. Ez a vadmalac néhány napja esett bele a villamos sínek mellett futó árokba a Szilágyi Erzsébet fasoron. A pórul járt állatot a speciális állatmentőegység szakemberei mentették ki. Ez a videó pedig Gazdagréten készült. Fényes nappal több vaddisznó a házak és az autók között szaladgált, csak a szerencsének köszönhető, hogy nem okoztak balesetet. A fővárosban is rendszeresen előfordul, hogy a rókákhoz és más vadon élő állatokhoz hasonlóan a vaddisznók is egyre beljebb merészkednek. Korábban Budán csak az erdőkben és az azokkal határos utcákban lehetett velük találkozni, most arra azonban ez megváltozott. A Pilisi Parkerdő és a Gödöllői Egyetem közös kutatása szerint egyre több vaddisznó populáció él a város határán belül, ami azt jelenti, hogy a kicsinyeiket is itt hozzák világra. Ennek az oka az, hogy a vaddisznó egy elég intelligens állat és elég jól alkalmazkodik az ember közelségéhez, és megtalálja életfeltételeit pontosan itt az embernek a közelségében. Ez egyrészt egy folyamatos táplálékellátottsággal jár. Valljuk be, hogy nagyon sokszor ugye a zárt kertek végében, illetve kertek végében a zöld hulladék elhelyezése az nem megfelelő. Átdobják a kerítésen, hogy éppen konyhai hulladékot helyeznek ki az erdőbe, ami a vaddisznónak terített asztal. És sajnos bármennyire is intelligens állat a magánterület táblát nem fogja tudni elolvasni, és innentől kezdve pedig be fog jönni a kertünkbe. A szakemberek éppen ezért azt kérik, hogy főként az erdő közelében élők gondoskodjanak a zöld hulladék és a konyhai hulladék megfelelő elhelyezéséről. Emellett a kerítések folyamatos karbantartása is segíthet a vaddisznók távoltartásában. Az állatok általában békések, csak akkor támadnak, ha sarokba szorítják őket és veszélyben érzik magukat vagy a kicsinyeiket. A Pilisi Parkerdő szóvivője éppen ezért azt tanácsolja, hogy senki se közelítsen az állatok felé. Miben valaki kutyával sétál az erdőben, nagyon fontos az, hogy ezt pórázon tegye. Egyrészt azért, mert így védi a saját állatát, másrészt pedig védi a természeti környezetet is, az erdőben lakó állatokat is. Harmadik oldalról pedig nyilván nem minden kiránduló érzi biztonságban magát, hogyha egy kutya feléje szalad. A kutyánk ősi ösztöneitől vezérelve, hogyha vad nyomára bukkan, akkor képes arra, hogy elmenjen a vadnak a nyomán, felzavarja az alvó vagy éppen pihenő vadat. A vaddisznó ezt nem igazán szokta tolerálni, rá fog támadni a kutyánkra, akinek ilyenkor eszébe jut, hogy neki mégiscsak van egy gazdája, visszaszalad hozzánk, és nyomában egy felbőszült anyakocával valószínűleg nem lesz kellemes a találkozás. A hegyvidéki rendészet munkatársai korábban több olyan akciót is szerveztek, amivel a pórász használat fontosságára hívták fel a figyelmet. A tapasztalatok azt mutatták ugyanis, hogy ezt a szabályt sok gazdi hagyja figyelmen kívül. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!